Egy érdekes téma, ami szerintem mindenkit érdekelhet, meddig tárolhatóak az élelmiszerek, főleg ha lejártak. Ha minőség megőrzési idejükön túl vannak, megehetjük-e azonnali halált okozó termékek, vagy nem? Honnan tudjuk, hogy egy élelmiszer még fogyasztható-e, vagy sem? Szóval, mikrobiológia. Elárulom, hogy 30 percenként megkettőződik körülöttünk minden gomba. És exponenciálisan 2, 4, 8, 16, 32, stb. És borzasztó gyorsan el tud szaporodni egy élelmiszer felületén a gomba. És azért nem halunk meg, mert az emberi immunrendszer egyrészt, ugye a bélrendszer gyomorsav elpusztítja őket. Másrészt pedig főszabályként nem Clostridium botulinum, hanem úgynevezett romlást okozók, élesztők és penészek szaporodnak az élelmiszeren, amelyek halált nem okoznak. Hasmenést, gyomorfájást, fejfájást. Vannak toxintermelő, méregtermelő penészek. Penészes kenyeret hiába pirítgatunk. Mondom neked a régi praktikát, a nagyanyám befőzte a lekvárt, egy-két év múlva, ha valami baja volt a tetején, egy kicsit megpenészedett, leszette róla, és gyönyörűen kente rá a kenyérre, vagy végszükség esetén újra felfőzte. Lehet-e olyat csinálni? A penész vonalak behálózzák a lekvár felső fél egy centiméterét is. Azt leszettük. Termelnek. Az alsó részében valószínűleg nem diffundál, de mondjuk egy ilyen híglekvár van, nyilván egész más a helyzet, az a sűrű beszáradt szilvalekvár. Ott esetleg ez járható lesz. És egy ilyennel, ha újra fölfőzöm, nem lesz jó? Nem, mert a toxin az nem hőzik. Ha konkrétumot is nézzünk, Gábor, egy csomó élelmiszeren csak a hatósági mondat az, hogy meddig áll el, nem? Tehát valami sokkal tovább jó, mint ameddig ráérjek, ugye? Így van. Vannak a fogyaszthatósági határidők. Egy gyorsan romló termék, egy friss sajt, egy tejtermék, kenyér. Itt azt mondom, hogy ha lejárt, főszabályként nem fogyasztjuk. Joghurt, kefír esetében óvatosan, az nem romlik meg. A joghurt legfeljebb kicsit fölpuposodik, hát kicsit tovább erjed, és több széndioxidot képez egy kefír. Aki érzékeny rá, ott egy enyhe hasmenést okozhat egyébként. A lényeg, hogy a szavatosság, illetve a minőség megőrzési időn túl a gyártó nem vállal felelősséget a hatásért. Ez nem azt jelenti, hogy rossz lesz az egészségre, csak utána nem viheted vissza. Mi a helyzet például a konzervekkel? Ott mindig felmerül ez az érv, mi baja lehet, le van zárva. Amikor konzerv dobozba csomagolt, sterilizált termékről van szó, ezeket 121 fokos hőérte, nincs benne konzerválószer, nincs benne tartósítószer, ezek minőségmegőrzési időn belül még garanciát vállal rá a gyártó, utána viszont elvileg fogyaszthatók még egy ideig, mert a sterilizált konzervdobozba töltött termékbe egyetlen baktérium és gomba sincs, ez egy fontos dolog. Aszeptikusan töltött almalében egyetlen darab élősejt sincs. Miért nem alszik meg az UHT tej? Mert ebben a bizonyos aszeptikus csomagolásban egyetlen tejsabbat is nincs benne. Sokan azt hiszik, hogy azért nem alszik meg a modern tej, mert biztos tele van antibiotikummal, vegyszerrel. Szívesen mondanám, hogy igen, de sajnos nem. Tehát csíramentes egyszerűen. Egyszerűen csíramentes, és a levegőből nem kap tejsabbat, de ha beoltom, tehát veszek egy kefét, beoltom, akkor az meg fog aludni. A modern technológia létrehívta a csíraszámmentes aszeptikus technológiát, ami rettenetesen modern dolog, azt gondolom. A régi zacskós tej megaludt, mert ugye az kereskedelmi sterilizált volt benne teljes a baktérium. Az UHT-tejben már ugye nincsen. Konzerveket tehát tovább, fagyasztott terméket is lehet tárolni, -18-20 fokon. Egy húst akár 6 hónapig is, ugye 3-6 hónapig lehet fagyasztani. Mi a helyzet a mélyhűtőben, amíg berakok csirke mellett megfagyasztom? Kiveszem fél év múlva. Akkor? A felengedés után van a kulcs. Ugye a felengedett termék mindig sokkal gyorsabban romlik, mert a szétesett sejteket azonnal gombolják. Azok, akire egy évig is fagyasztatok például a csirke mellett? Hát 6 hónapig, azt mondom, 6 hónapig, 12 hónapig is előfordul, de baja nem lesz, nem? Vannak, amely hűtőpultok stabil, ha stabilan, az mínusz 20 fok alatt van, az rendben. De ezek a hűtőszekrények, ahol van egy mély hűtőrész, ugye az kinyitott, becsukott, stb., hát ott általában 3-6 hónapot tudunk mondani. És hogyha elkészítesz egy ételt, és nem bírod megenni, akkor is lebírod fagyasztani, az is 3 hónapig simán áll. Tehát a fagyasztót azt használjuk, egy fantasztikus dolog. Illetve most hát tudjátok, vannak ezek a befőző edények. Hogy fölnyitod, van benne víz, berakod a kis üvegeidet, lezárod, az lepasztőrözi, kiveszed és kész van. Ma már nincs az a régi, hogy dunsztolás, meg paplamba, vannak ezek a befőző edények, fantasztikus, forró, letöltöd, lezárod, szuper. Viszont, ha elkészítettél egy ételt otthon, és megmaradt a fele, berakod a hűtőbe, és rátalálsz mondjuk 3 nap múlva, azt már olyankor nem esszük meg. Kicsit átforralod a töltött káposztát. Hozzá kell tennem, az átforralással elpusztítjuk a gombát rendben, de a képződő toxinokat esetleg, amiket képezett egy penész, azt a hő nem pusztítja. Az hasmenést okoz,
esetleg hosszú távon idegrendszer ártalmakat, a gyerek szinte biztos, hogy hasfájásról fog panaszkodni, vagy fejfájást okozhat. Az állatkenyér az nem baj, sőt az jó. A penész is rajta? A kenyér, ha megnézed, nem mindig penészedik meg, hanem átszikkad teljes keresztmetszetében, a szikkasztott. Jó, azzal nincs baj, kicsit átmelegíti az ember, csinálj egy bundás kenyeret. A penészes kenyérrel mi a helyzet? Amióta bezacskózzuk a kenyereket, ha megpenészedik, hogy nedvesség bent marad, azok a penészek bizony ártalmasak lehetnek az egészségre. Nemes penész nem szaporodik annyira a kenyéren, inkább az ártó penész. Toxintermelő és gyomor, bélproblémák, idegrendszeri problémák, tipikus fejfájás, az enyhe toxin hatás miatt, penészes kenyér az kifejezetten rossz, ezért hagyjuk egy picit szikkadni a kenyeret, régen rongyokba tettél, rongyokba csavart a kenyeret, nem voltak ezek az acskók, és a kenyér szépen megszikkadt, és nem igazán penészedett. Meg a mai kenyérek azok gyors készítésűek, más-más. És mi van a sajtokkal? Amikor az ember látja, hogy kicsit fehér a szél, azt mondjuk levágod, vagy akár meg is eheted? A sajtok 2-3 hétig is tárolhatók a hűtőben. Egyébként ma már az sem baj, hogyha van egy olyan kis tárolóedényünk, amiből a levegőt ki tudod szippantani. De vágjam le a sajtról, vagy megehetem, nem árt? Az a nemes penész, ami mondjuk hát, rajta ha brí, akkor ne vágd le. Hogyha kamember, ne vágd le, mert annak az a dolga. Amikor a sajt, értem, legyen. De mondjuk egy trapistát. Egyébként a sajtra, hogy vigyázni kell, mert azért ott is szaporodhat egy-két dolog, de a sajt külső héját és azt a részt, ami megférdebb, beszáradt, azt levágjuk. Egyébként tényleg a sajt az viszonylag jól tárolható, hogy a mozzarella feta az nyilván nem, de a kemény sajtok, igen, a tojás 3 hétig, kolbászszalonna 4-6 napig, de nyilván ez attól függ, hogy milyen füstölés, gyors élelés, vagy nem van, amikor nyilván hosszabb ideig. Nem szeleteljük fel előre ezeket, hanem frissen szeleteljük fel. Tejtermék 3-6 napig, húsos étel 2 napig tárolható a hűtőben. És az sem mindegy, hogy az milyen pH-jú. Ugye a savanyú típusú joghurtok azok hosszabb ideig, míg maga a natur tej, ha fel van bontva, akkor csak néhány napig tárolható.